sok szeretettel köszöntöm mai eseményünkön megjelent Egerszegi Krisztinát és edzőjét Kis Lászlót. ...1988, Szöul, 100 méteres hátúszás második helyezés, 200 méteres hátúszásban olimpiai bajnok. 1989, Bonn Európa bajnokság, 3 második hely. 1991, Perth, 2 világbajnoki aranyére. 1991, Athén, Európa bajnokság, 100-200 méter hátúszásban Európa bajnoki aranyére, világcsúccsal, 400 méter vegyesen aranyére. 1992 Barcelona, 100-200 hát és 400 méteres vegyes úszás aranyére. 1993 Európa bajnokság, 100-200 hát, 400 vegyes, 200 pillangó aranyére. 1994 200 méteres hátúszás ezüstére. 1995 Európa bajnokság, Bécs, 2 aranyérem, 100-200 méteres hátúszás. 1996, bronzérem, 400 vegyesen, és aranyérem, 200 méteres hátúszás. Egerszegi Krisztina! Emellett számos kormánykitüntetés tulajdonosa. 1988 és 93 között megszakítás nélkül az év női legjobb sportolója, 1992-ben a világ legjobb női sportolója, második helyezett Szeles Mónika mögött, két alkalommal a világ legjobb női úszója, a Halhatatlanok klubjának tagja, a Magyar Örökség alapítvány tagja, és az Aranyszarvas díj népszerűségi közönség díj tulajdonosa. Egerszegi Krisztina! Az 1960-as olimpiai csapat tagja úszásban. Az 1960-ast mondtam, most következhetnek belőle, hogy nem Krisztináról lesz szó. Olimpia csapattagja, majd az 1970-es évek úszó sikereinek egyik kovácsa, versenyzői ifi EB arany- és ezüstérmeket, EB helyezéseket értek el. Majd 1988 első olimpiai bajnok edzője, több alkalommal az év legjobb edzője, Kis László, Egerszegi Krisztina edzője. Ezzel én be is fejeztem a mondókámat, a mai feladatomnak eleget. Szeretném megkérdezni Krisztinától, hogy hogyan lehet hozzászokni a népszerűséghez, ahhoz a sok szeretethez, a sok tapshoz és sikerhez, ami itt is, a mai estén érte, de a pályafutása során végig ezzel találkozott. Hát hozzászokni végül is nehéz, bár az elején, amikor még új a dolog, akkor mindenki örül neki. Így már a vége felé inkább nem azt mondom, hogy nehezemre esik, mert nem esik nehezemre, csak hogyha el akarok menni valahova, mondjuk a barátaimmal, vagy egyedül szeretnék lenni, olyankor nem olyan jó. Beszéljük arról, hogy hogyan kezdődött, hogyan kezdődött az úszó pályafutásod, a karriered. Spartakusz óvodába nyúlik vissza, azt hiszem. Nem. Hát nem a mostani Spartakusz óvodába, ebben igazad. Nem. Hát az először én művészi tornázni jártam a nővéremmel, és az óvodába jött egy fiú, aki egy ilyen úszó tanfolyamot szervezett, és az anyuik mondták, hogy hát azért irassák, illetve azért irattak be minket, mivel vízpart mellett nyaraltunk, és hát, hogy később ne legyen gond azzal, hogy ha egyedül megyünk a vízbe.
És hát ezek után a nővéremet beajánlották, hogy tehetséges, ő elment úszni, és az anyu mindig őt kísérte el. És ez nekem nagyon rosszul esett, és ezért mondtam, hogy akkor inkább én is az úszodába szeretnék menni. Laci, te hogy emlékszel az első nap találkozásra? Hát én elég késő volt ez már, mert hiszen az Egér körülbelül 4 éves vagy 4,5 éves lehetett, amikor ezt elkezdte, és legalább olyan 5,5-6 év körül volt, amikor a kis Miklós, aki csak névrokonom, de valahol a világ legnagyobb utánpótlás vagy nevelőedzőjének ismerem el, mert úgy tanítani nem tanít senki, és ő szólt nekem, hogy ugyan nézzem már meg ezt a nylon zacskóba lehozott kis fiatal, törékeny, 2,5 kilós kislányt, hogy hát ez milyen ügyes és milyen szépen fekszik a vizen, és ugyanakkor milyen szépen úszik hátul. Hát ez volt körülbelül az első találkozás, és hát nekem a Miki eleve garanciát jelentett, arról nem is beszélve, hogy mondjuk ennyire énekem is van szemem, úgyhogy ettől kezdve igyekeztem olyan vonatkozásban a pályafutását segíteni, hogy olyan edzőkhöz kerüljön, akit én úgy ítéltem meg, hogy a szakmában jók. Melyik az első élményed a versenysporttal kapcsolatosan? Az első versenyeid, érmet nyertél, nagy siker volt, gondolom szüleidnek nagy örömet okoztál, barátaidnak. Neked milyen élményeid vannak erről? Hát a legelső versenyemen azon emlékszem, hogy leálltam, mert 33-as medencével edzettünk, és 50-esben volt a verseny, és hát túl hosszúnak tűnt a medence. És én leálltam, és arra emlékszem, hogy Mikivel a fejét tépte, mert addig vezettem. És végül mikor került hozzád, amikor a te csoportodba kapcsolódott a Kriszta? Hát már kőkemény munka folyt, hát gondolom nem az első hónapokban, de valahogy meg kellett szokni neki ezt a munkát. Az út az elég hosszú volt, hiszen átkerültünk közben, ez mindig még a Nemzeti Sportuszodában volt, hogy 1983-ban adták át a budapesti Spartacus Kőér utcai uszodáját, és ott az utánpótlás akkori mestere a Turi György volt, akinél Egér bontogatta már nem is kicsit a szárnyait, és körülbelül olyan 12 éves korában, ha jól tudom precízen és pontosan, került át tulajdonképpen az én csoportomhoz. Mondjuk a munka az nem volt neki új, mert abban az időben eléggé oda kellett figyelni, és nem mintha most nem az utánpótlásra olyan vonatkozásban is, hogy ennek a kis csoportnak az edzés programját, a különböző válogatott kínzásokat én találtam ki, tehát én írtam az edzés tervet ehhez. Krista, és te hogyan fogadtad, amikor a Laci bácsi üzenet? Mindjárt. Amikor a Laci bácsi kiszemelt és mondta, hogy most már az ő csoportjával leszel. Gondolom addig napi egyezésen vettél részt, egy kicsit könnyebb volt. Nem. Általános 4. osztályos koromban, mert akkor kellett átmenni azért egy uszodához közeli iskolába. Már akkor voltak reggeli edzések, meg délutáni. De hát én Lacibával előbb találkoztam, mert amíg Gyuribánál úsztam, akkor volt olyan, hogy szombat délután lerendelt az uszodába, hogy mivel sokat betegeskedtem, ezért jó lenne, hogyha nagyokkal edzenék egy kicsit. Úgyhogy én előbb találkoztam vele. De hogy mikor hozzá kerültem, hát arra nem emlékszem már. Elég mély nyomot hagyott vissza. Mikor kerültél a válogatott közelébe? Hát legelőször 86-ban egy kubai edzőtáborba mentem velük. Ha jól emlékszem, Hargita András volt akkor a kapitány? Igen. Igen, igen. Talán ott valahol. Igen, tudom, mert nem kis vita előzte meg, nem a Kriszta személyét, nem az ő leválogatását, hanem az edzők, Kis László, Szécsi Tamás gyakran ajánlottak
olyan feljövő tehetségeket, akik még nem világversenyen szerepelhetnek, hanem valahol a háttérben, melegágyban meghúzódva, de felkészítve őket a nagy versenyekre, az edzőtáborokra, IBV, majd IFI EB-kre, menedzselési szándékkal vitték ki az edzők. Te meséltél erről, Laci, annak idején, hogy a Hargit Ajándás nem volt könnyű meggyőzni. Végül hogy sikerült? Így van, és mindenképpen a Hargitay Andrásnak a javára legyen írva, hogy mégis ennek ellenére meggyőzhető volt. Gyakorlatilag egyszer a bulgáriai Szófiai Európa bajnokság az pillanatilag nem úrik be hányba volt. 85-ben, igen, 85 novemberében a Hargitay András, Szécsi Tamás és én nekem az a szerencsés lehetőség nyílott, hogy Colorado Springsben volt a világ edzőinek egy ilyen konferenciája, és erre annak idején a szövetség segítségével kimehettünk. Lényeg az, hogy ott az Andrást elkezdtem fűzni, hogy a következő kubai edzőtáborba a Krisztinát tegyük már be, és erre mondta, hogy jó, jó, de mit fognak szólni, hiszen 12 éves gyerek még soha nem ment el edzőtáborba, és hogy ebben kapcsolatosan csak mondom, figyelj ide, András, neked annyi időt eltöltöttél az uszodával, gyere egyszer, nézd meg egy edzést, és azt mondod, hogy nem, akkor oké, hát akkor én sem fogok tovább erőszakoskodni, de mondom, annélkül, hogy ezt nem látod és nem tudod, mert hát mint kapitány a 12 éves gyerekekkel természetesen nem fogsz foglalkozni, hát inkább a szemedre bízom. A lényeg az, hogy sok éjszakán keresztül vitatkoztunk mi ott mással is. Éppen a mai nap került a kezembe, mert az András adott egy dedikált könyvet, amikor este vagy éjszaka, mert egy szobában laktunk hárman, és olyan veszekedés nem is, de ilyen polémiák folytak, hogy a Hares többször lemondott a szövetségi kapitányságáról, és reggel mindig megkérdeztem, hogy most éppen kapitány vagy nem vagy kapitány, hogy tudjuk már, hogy mégis merre hány óra van. Csak emlékeztetül a harmadik az a Szécsi volt szobatár. Igen. A lényegében az András az első edzőtáborba 12 éves korában elhozta a Krisztinát, aminek én rendkívül módon örültem. Na most akkor az egér a mai edzésnaplók alapján, és ezt nagyon precízen és fontosan vezettem, tökéletesen emlékszem, hogy a 36 kg 20 és 36 kg 80 között mozgott, és hát miután Kubában az időjárásnak a nagyon komoly függvénye a víz hőmérséklete, és nagyon sokszor, amikor éppen jött egy tájfun, akkor elég hideg volt a víz, és napokon keresztül ilyen 18-19 fokos vízbe edzettünk, de ugyanakkor óriási jelentősége volt ennek a kubai edzőtábornak. Jó levegő, napfény, gyümölcs és az egyéb dolgok miatt. És hát a Krisztina meg ott elkezdett a mindaz összes 36 kilójával rendkívül módon fagyoskodni, és én lila szájjal kérdeztem, hogy most mi van, mondom, kivegyelek a vízből? Nem dolgozni jöttünk. Oké, de hát mondom, meg fogsz fagyni, és aztán akkor nekem egy megfagyott gyermekem lesz, akire nem hiszem, hogy tudok kuszatni, és akkor inkább azt mondtam, hogy gyere ki, és békaügetésbe ott a napon csináljál meg egy kör, egy-két kör. Na most a Szécsi Tamás nem tudta, hogy mit jelent ez, és valami trükkre gondolt, és utána, miután látta, hogy ez nehezen megy, emlékszem, ott a Dajs Dedét is elkezdte békaügetésbe körbe-körbe kergetni a medence szélén, ami nem igazán a hátúszás rávezető gyakorlata. Lényegében így volt az első edzőtábor, amit aztán sikeresen végrehajtott, mert később valamivel jobb lett a víz, és akkor már csak az edzés másik felén tudta végre menni. És neked milyen élményeid vannak? Most már tegyük hozzá, később mentetek Szöldembe, vissza Kubába, megint Szöldembe, egy jó darabig ez volt a menetrend a úszók edzőtáboránál. Hát nekem végül is az első edzőtáborból az élményem az, amikor a edzés végének a pucinak kellett a fogát keresni, mert kiesett. Dardi Tamás. Hát
végig is minden edzőtábor tele van élményen, bár amikor ott van az ember, akkor inkább hazajönne és befejezné, de utólag visszagondolva mindegyik jó. Még amit az előbb a Lacival mesélt a hideg vízről, előtte egy-két évvel is hasonló időjárási körülmények között voltunk, és volt egy mellénk rendelt szakfelügyelő, aki gondoskodott mindig a csapatról, egy kubai úszó fenomén, és amikor látta, hogy az edzők kiadják a feladatot, hogy következőnél 10x100 trikóba, vették fel a trikót, és akkor megszólalt, azt mondta, de pulóvert ne adjatok neki, mert csak hidegebb lesz. Melyik volt az első nagy, Krisztina, melyik volt az első nagy átütő sikered? 88 előtt, mint ifi úszó. Hát a legelső az az IBV volt 86-ban. 86. Utána a következő? Hát utána 87-ben volt az Európa-bajnokság, ahol 5. lettem 100 háton, 4. 200 háton. És Líci Európa-bajnokság, ifi Európa-bajnokság. Nem, az 88. 88, a következő. 88, az a Szöulban volt egy évben. Na most arra akarok kitérni, hogy ott már Szabó Tündével együtt szerepeltél. Igen. Igen. Mit jelentett számodra Szabó Tünde? Együtt úsztatok, együtt versenyeztetek, edzőtáborban együtt voltatok. Hát nagyon jó volt addig, amíg ő volt, mert nem voltam úgyhogy egyedül lány edzőtáborba. Nagyon jó megvoltunk, nagyon jó barátok voltunk, de hát ellenfelek is voltunk, mert ugye ő is hátúszó volt. Hogy mondjak evel kapcsolatosan el egy kedves kis történetet. Miután nagyon sokáig az Egér egyedül volt lány, aki a úszó csapattal járta a világot, és a Darhinak volt mindig kedvenc szövege, hogy hát azért Egér, akárhogy is van, hidd el nekem, te vagy a legszebb lány az egész csapatban. Miután egyedül volt, ez nem volt nehéz, nem mint hogyha ettől függetlenül nem tartanánk szép kislánynak, de ez egy ilyen nagy hasba akasztó szövege volt a Pucinak, amit minden edzőtáborban elnyomott, és amikor netalántán véletlenül volt, emlékszem egy verseny Párizsban, ahol az Egér beteg volt és nem tudott jönni, és egyedül a Szabó Tünde volt ott lány, hát akkor természetesen ugyanezt megfordítva is ezt elkezdte mesélni. A bevezetőben említettem, hogy Krisztinát te választották a Halhatatlanok klubjába. Erről van egy rövid kis videó összeállításunk, egy riport, ami a díjátadás után nem sokkal készült. Nézzük meg! Elég jól mutat, nem? Megkérdezem a papát, ma látod, hogy te halhatatlan vagy. Én ezt meghallottam, én nem láttam, hogy egy 10 éves kislány már halhatatlan. Hát én megmondom őszintén, én nem választottam volna be magamat. Igen, én még nem érzem úgy, hogy bőle tartozom, de azért nagyon örültem neki. Azon gondolkozom, tanár úr, hogy hát, hogy meddig lehetnek az embernek vágyai? Mit akar, mit lehet még elérni? Hát az ember vágyai, azt hiszem, hogy elég végtelenek, és az biztos, hogy a nagy öröm, az egy nagyon nagy dolog, de az emberiséget is az vitte, és nem akarok közeleket mondani előbbre, hogy mindig voltak vágyai, és vágyak nélkül nagyon nehéz élni is. Egyrészt szeretném, hogyha Krisztina teljes mértékben beteljesülne, és én nekem meggyőződésem, hogy a lehetőségei még közel sincsenek kiaknázva. Igen. Mikor lenne akkor úgy nyugodt, hogy na, akkor a Krisztina tényleg sínen van, kvázi vízben vagy szárazon? Gyakorlatilag akkor, hogyha a 96-os olimpián is még hasonló sikereket érne el, mint Szöulban. Hát ön állandóan a szárazon van. Egyáltalán azt nem merem mondani, hogy tud-e úszni, mert ez feltételez, de úszik-e? Nem jelenleg. Hát legalábbis nekem megígérted a cibe, hogy leúszik egy 400-ös, de azt azóta nem úszta le. Az ígéret az 1900 hányban született? Hát szerintem még az olimpia előtt volt. Számon kérnék tulajdonképpen. Ez nagyon sokszor előfordul, a Krisztinának meg szokott, hogy így mondjam, kabalisztikus visszatérő
mondata egy verseny előtt, hogy hát mi lenne, ha a Laci bácsi úszná le ezt a versenyt, és akkor mindig mondom, hogy nagyon rosszul jár meg mind a ketten már, mert mondjuk ugyan le tudnám úszni, de hát az mondjuk nem egy értékelhető eredmény lenne. Ez a komolám, nem akartam mondani egyet. Igen, mert ezt az olimpia előtt mondtam először. Ez a kis civakodás évek óta tart közöttetek, és minden verseny előtt a Krisztina rá akar venni, hogy úszd le helyette a számot. Ez Krisztina, te kabalád? Hát igen, kabalám, bár most kín Atlantában 400-on, és nagyon szerettem volna, mert még tartozik mindig vele, hogyha ő ússza le. De az edzőtáborokban gyakran ment vízbe a Laci bácsi, akkor nem álltál oda stoppelrel, magyaráztál technikát, időt, újraúszást? Na de csak 25 méterig bírja, és lehet, hogy akkor már nem jött volna haza többet, ha leúsz. Itt a végén említettél kabalát. Nézzük meg erről is egy kis riportot. Mi a szerepe a kabalának egy úszó teljesítményében? Most mit hoztál? Most hoztam két oroszlánt, akkor egy ilyen sárga macit, amit a német kislánytól kaptam, és egy majmot. Ugye? Még megy tovább a film. A kabalátnak, hogy mit tudom, egy gátkülden belül küldenek ilyeneket, olyanokat, vagy van-e valami, amihez ragaszkodsz? Hát egy kedvenc kabalán van, ami hát az úszásnál segít babonából. Azt még az orosz Anditól kaptam 86-ba. Szegényke elég koszos már, és mondta is az anyja, hogy nem akarja még az olimpia előtt kimosni, de hogyha hazajövök, akkor kimossa, mert akkor már kimoshatja. Krisztina, fel tudnám név szerint sorolni itt a kabaláidat? Nem. Hány ilyen kis állatok van? Itt láttuk mindent? Nem, ez csak a fele szerintem, mert a kis szoba az tele van velük. Melyik a legfontosabb? Már az előbb említetted az atlantai riportnál az orosz Andi által kapott kis kabalát, de valóban egy nagy teljesítménynél, egy felkészülésben, majd egy versenynél mennyi szerepe van ennek a kis állatnak? Hát neki inkább a versenyekkor van szüksége, de végülis mindegyik nagyon sokat számít, mert nagyon sokat kaptam emberektől. Krisztina, be kellene mutatni itt a közönségnek Laci bácsit, hogy ő mint edző milyen. Akkor mit mondanám róla? Utána Laci bácsit is megkérem majd, hogy mutasson be téged. Nem az eredményedet, azt ismeri mindenki, hanem mint versenyző, de először te. Vagy átadod a szót Laci bácsinak? Hát de most itt rosszat nem tudok róla mondani. Nyugodtan. Sokan vannak. Ki is mehetne. Sokan megvédenek, Krista. Na most, hogyha ez a kérdés akkor lett volna, amikor edzőtáról vagyunk, és épp egy nehéz edzés közepén, akkor lehet, hogy sok rosszat mondok róla, mert hát volt azért, hogy veszekedtünk, de hát én azt kívánnám mindenkinek, hogy aki sportoló, hogy ilyen edzője legyen, mert hát végülis olyan, hogy az edzésen szigorú, tehát akkor követel, akkor mindent meg kell csinálni, amit mond, de hogyha vége van az edzésnek, akkor akár a feje tetejére is lehet állítani.
Laci. De még annyit elmondok, hogy én szerintem ő a világ legjobb edzője. Nagyon szépen. Most én jövök? Hát az igazság az, hogy először is nagyon szépen köszönöm az Egérnek a kedves szavait. És én úgy érzem, hogy elérzékenyültséggel tudok csak mindig beszélni akkor arra az eltöltött nagyon szép 10 évre, amit együtt eltöltöttünk munkában. És az ember mindig csak a jóra emlékezik. Tény és való, hogy az egy nagyon jogos megállapítása volt, egyszer egy újságban olvastam az Egér kritikáját, hogy ha víz közelbe, vagy vízszagot, vagy uszodaszagot érzek, akkor kicsit elborulok. De hát ez azt hiszem az edzői munkával együtt jár, hiszen maga az edző az egy olyan diktatórikus személynek kell legyen, akinek rá kell kényszeríteni bizonyos értelemben a versenyzőkre a tényeket és az edzést és a munkát és a gyötrelmet, a kínlódást és a fegyelmet. De visszatérve is konkrétan az Egérre, én úgy érzem, hogy az Egér az az egyetlen olyan ember az én sportpályafutásom alatt, akinek a legnagyobb dolga talán az, hogy fantasztikus módon szereti az embereket, illetve azt a társaságot, amelyikben van, és nincsen meg benne az, ami a legnagyobb versenyzőkre nagyon jellemző, az önzőség. És valahol soha nem szereti magát előtérbe nyomni, sőt, inkább én szerintem sokszor egy kicsit túlságosan is a szerénysége az, amelyik diktálja a viselkedés és a cselekedeteit. És ez valahol nem manír, hanem szívből jön, és én tudom azt, hogy egy olyan 10 évet éltünk együtt le, ami soha-soha az életemből nem törülhető ki. És azt, ami az olimpia után volt, az a riport, amikor én tényleg nagyon nehezen tudtam beszélni a könnyeimmel küzdve, én azt egyáltalában úgy érzem, hogy nem szégyellem, mert nincs mit szégyelni rajta. És elsősorban az a 10 év együtt léte, az a sok-sok szürke hétköznap, és ugyanakkor valahol egy kölcsönös megbecsülés, amit én és az Egér érzett irántam, és én ő iránta, ez mondatta velem azt, vagy mondatta olyan nehezen azokat a dolgokat, amit ott el tudtam mondani, hiszen a barcelonai 3 arany után abszolút úgy érzem, hogy nem voltak ilyen megható dott pillanataim a kamera előtt és a riporter előtt, mert úgy valahol itt már Atlantában nem tudtam ezt leküzdeni, és különösen elsősorban az az érzés, hogy az a minden nap, amikor reggel és a délután gyakorlatilag minimum 6 órát eltöltöttünk együtt, ez rettenetesen fog hiányozni, ugyanakkor pedig mindig maximálisan értékeltem és megértem azt, amit az Egér dönt, hiszen az élete hosszabb része következik, amit nagyon szeretnék, hogyha jó sikerülne. A ti kapcsolatotok szinte felhőtlen az elmúlt évtizedben, leszámítva az edzéssel járó feszültségeket. Sőt, Krisztina, egyáltalán a te életed botránymentes, nem volt hangos a sajtó, a rádió, a televízió egészen nevével, mindig csak példakép volt, mindenki szereti és példát vehetett róla. Hogyan lehet ma botrány nélkül élni? Pont. Így, ahogy Krisztina eddig élt. Jó, menjünk tovább, egy kicsit a vége felé közeledtünk. Én még nem akartam a Laci riportját idézni, de felmerül mindenképpen az olimpiai utolsó száma, a 200 hát, ami több mint 4 másodperces előnnyel nyert meg Krisztina. És ezek után azt halljuk, már tudtuk korábban is, hogy befejezi, vége.
Nagyon sokan kérdezik, hogy ilyen fölénnyel, ennyire a világ előtt tartva, nem korai mégis a befejezés. Gondolom, nem én vagyok az első, aki ezt kérdezi, de aztán nagyon sokan feltennék ezt a kérdést. Nem korai-e? Három olimpia után is. Hát nem. Szerintem nem korai, éppen azért, mert a 94-es világbajnokság után én abba akartam hagyni az úszást, de mivel az nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, még adtam magamnak 2 évet, hogy az olimpiát megpróbálom, de hogyha nem sikerült volna, akkor is abba hagyom, mert úgy érzem, hogy hát eddig a sport volt az, ami lekötötte az életemet, és végülis egy embernek az élete az nem állhat egész végig a sportból, mármint az éjjel sportból, mert utána még sportolni lehet, csak vannak olyan dolgok, amire fel kell készülni, meg kell tanulni ahhoz, hogy a további életem is jól sikerüljön. Azt hiszem ez a pont, amikor az érdeklődőket és a közönséget kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése Krisztinához, Laci bácsihoz, nyugodtan tegyék fel. Feltehetjük a 100 hát kérdést, úgy láttam, hogy többen mutogatnak, hogy 100. De az sokakat érdekel, hogy miért nem indultál. Már egy korábbi elhatározásod volt, hát azt hiszem ez kettőtöknek a döntése volt. Mondjátok el itt az érdeklődőknek. Hát ez is a 94-es világbajnoksághoz kötődik, mivel nem úgy sikerült, és a 100 hátat amúgy se szerettem nagyon, ezért megbeszéltük Lacibával, hogy hát a legelején még csak az volt, hogy csak 200 háton indulok, de mivel a 400 vegyesnek a felkészülése jó a 200 háthoz, mert nagy állóképességet ad, ezért lett ez a 2 szám. És hát végül is 100 háton indultam, csak nem egyénibe, hanem a váltóba. Laci, mint edződ? Tény és való, hogy előtte való évben az Európa-bajnokságon is pontosan ugyanezeket a számokat igyekeztünk gyakorolni. Én messze úgy érzem, hogy volt egy-két olyan kritika, hogy nem mondjam azt az nem is újságírót, aki kapcsolatosan megjegyzéseket tett, hogy miért nem indult az egér 100 háton, és gyakorlatilag fejreállította a sportvezetést azzal, hogy azt mondta, hogy abba hagy a Róma után, és ha nem akart 100 háton indulni, hát akkor mi hagyta is volna abba. Na most úgy érzem, ez nagyon-nagyon olyan kritika, amelyik hát nem tisztességes egyrészt, mert a Krisztina a 100 hátat nem csak azért, soha nem is szerette, hanem a másik 3 ember miatt, és ez ami az önzőséggel kapcsolatosan is egy kicsit azt hiszem, hogy érzékelteti a önzetlenségével kapcsolatosan pontosabban az ő egyéniségét, hogy vállalt ugyanakkor egy olyan váltót a fiatalokkal karöltve, hogy hát azon szívesen úszik. Egy biztos volt, és nagyon is biztos volt, hogy 100 háton akármi van, mindenképpen érmes, ugyanakkor nem csak hogy érmes, hát gyakorlatilag ugye mindannyian tudjuk, hogy a délelőtti vegyesváltóba elsőként, tehát teljesen hivatalosan jobb időt ért el már, mint az, aki a 100 méteres női hátúszást nyerte délután. Mindenki, aki szakember, tisztában van vele, és mondjuk olyan soha elő nem fordult, hogy a Krisztina annál nem úszott jobbat, amit a délelőtti előfutamokban. Tehát mindenképpen állt volna az ászló, sajnos nem került be a 400-as vegyesváltó az atlantai olimpián a döntőbe, úgyhogy így a 100 hát délutáni eredménye elmaradt, de mondjuk ez igaz, hogy föl lehet tenni, hogy egy szekérrel még ráfér egy lapáttal, de én úgy érzem, hogy a versenyzőkben az olimpiai nagy versenye az mint a fákban az évgyűrű olyan nyomot hagy, hogy hát ezek azok a dolgok, amivel pszichésen nagyon nehéz elszámolni. Na most olyan hihetetlen presszúra, hiszen bár 14 évesen nem akkora nyomás volt ez, amikor Szőulban az egér ugye egy arany és egy ezüstöt nyert, de
Én úgy érzem, hogy az köztelévő évek egyre nehezebben mentek pszichésen olyan vonatkozásban, hiszen óriási teher volt. Valójában azt a halhatatlan nyomást, ami Barcelonában úgy érzem, hogy elsősorban a Krisztinára, de ugyanakkor rám nehezedett, mert ugye elvárta a sportvezetés, főleg újságírók a három aranyat, és ezt végeredményképpen totálisan sikerült teljesíteni, hogy ez is, és a köztelévő világbajnokságok, Európa-bajnokságok azért nem múlnak el egy versenyzőnek az idegrendszerében nyomtalanul, az edzőjének sem. Én tudom nagyon jól, hogy mondjuk annál rosszabb dolog, mint amikor az edző már tehetetlen, és a versenyzőt elkísérte az utolsó hívásra, hogy összegyűjjenek az olimpián egy szobába, és ott nézzék, mint az oroszlánok a ketrecbe egymást, hogy ez után mit jelent, és tehetetlenül kapaszkodik legfeljebb a stopper órájába, hiszen már akkor az égvilágon semmit nem tehet, hogy ez mit jelent az edző szemszögéből. Ugyanakkor a versenyző szemszögéből pedig hihetetlen sok kimegy belőle, amit valamilyen valójában pótolni kell, és egy olyan szériát csinált, azt hiszem, ami a világon is páratlan, hiszen a Dan Fraser a három aranyával fantasztikus dolog, de hát az egérnek még van mellette más számokban kettő, úgyhogy azért ez szerintem egy kicsivel több. Na ennyi. Köszönjük. A következő videó bejátszásunk pedig egy nagyszerű példa arra, hogy a sportpályán, az úszómedencék tájékán is példamutató barátságok köthethetnek. Ennek a riportnak a címe az volt, hogy a királyi páros. Ebbe, hogy oda kísér a rajtól, és addig ott marad velem, amíg nem kell elmenni. Odaengedik. Szóval nincs a 8 összezárva annyira. Hát volt idő, amikor mégis engem egyedül beengedtek már. Maci bácsit se engedték. Érdemeidről való tekintetben. Igen, lehet ez volt 88-ban, hogy akkor még engem is beengedtek oda. A versenyzők között, tehát én voltam ott a 9. még a 2 hát előtt. De hát többször végül is be lehetett menni. Ez mondjuk 3-4 évvel ezelőtt volt, most már azért a legjobbnek sincs akkora szüksége az ilyen jellegű segítségre, mint régen. Hát most már nincs min izgulni. Én ezzel félmítem meg a többieket, hogy oda viszem magam. Mások is ennyit segítsz, vagy csak az egérként? Hát végül is azt nem csak az egérkének volt ilyen. Te kívod igényre rá, igaz? Igen. Azt hiszem, ezt négy éve vagy négy és fél éve egyeszülve kezdődött, aztán mégis ez ebből egy ilyen úgymond kapala lett. Talán azt lehet mondani, én is igénylem, hogy ott van az egér. Nem hoztak és benneteket össze? Hát amíg ezek után sem hoznak össze minket, akkor talán megúszuk ezt. Eddig sem hoztak össze végül is különösebben. Hát tőlem már kérdezték az utcán, hogy jártok. Igen. De azt mondtad, hogy nyerni. Jól mondtam, Krista, ez egy igazi nagy barátság. Volt, van és sokáig lesz is. Igen. Mondhatom? Én nekem a megdöbbentő az volt, mert a Dargyi Tamás egy ilyen eléggé magába zárkozott gyerek volt, különösen fiatalabb korában. És sose felejtem el, egy Canet Lucioni verseny volt, ahol az egér is jelen, és a puci majd megszakadva cipeli az egér bőröngyét, meg a sajátját, és ez a tárgyal így szemekkel néztük a Szécsre, hogy hát ez a Tarnyival mi történt? Aztán utána volt egy másik ugyanilyen nagyon kedves történet, odajött a sportuszodában volt igen egy verseny, hogy ő szeretne az egérnek a bátyja lenni. Mondom, te puci, ez a Dalnyi, neked van egy testvérhugod. Hát mondom, nem lesz ez itt sok.
De azt mondja, én nagyon szeretném, hogyha a Laci bácsi engem úgy kezelne, mint hogyha Krisztina az én húgom lenne, mert én őt nagyon szeretem. Na most őtől ez tényleg egy olyan megnyilvánulás volt, aki úgy különben nem a gyerekek közt, mert a félreértés ne essen adni, nem a versenyzők egymás közötti beszélgetésében, vagy beszélgetési stílusában ő egy nagyon is beszédes gyerek volt, de ugye a felnőttekkel valahogy, vagy az edzőkkel nem igazán szeretett kommunikálni. És ezért meglepő volt, hogy egy ilyen kapcsolat volt az első pillanattól kezdve, ahogy a Krisztina a válogatottal együtt járt. A következő bejátszásnál egy kis képet kaphatnak arról, hogy milyen egy világszínvonalú, szinte utánozhatatlan hátúszó technika. Egyébként a hallgatók, amikor a hátúszás technikáját tanulják, akkor az elméleti részben mindig megnézik, és felbuzdulva mennek utána a medencébe, és Krisztina, te hogy érzed, és hogy érezted ezt a technikát? Egy versenyző, egy felkészülés időszakban, egy versenyidőszakban, hogy tud különbséget tenni, hogy most jól megy, rosszul megy, jól érzi a technikát, vagy nem? Hát hosszabb szünet után, amikor elkezdünk úszni, akkor nagyon rosszul megy. És végülis, ahogy jön a verseny, úgy kezd jól lenni a technika, mert hát edzésen nagyon sokat szokott javítani, illetve mondani Lacibe, hogy ez nem jó, az nem jó. És mire jön a verseny, akkor mindig azt mondja, hogy hát te tényleg tudsz háton úszni. Laci, egy ilyen csodálatos technika kialakításában mennyi az edző szerepe? Mennyi a versenyzői, mennyi az edzői? Hát először is én úgy érzem, hogy azt a hátúszást, amit az egér csinál, ez egy kicsit megelőzte a világot. Egyrészt ennek olyan alkati kívánalmai vannak, ami egy olyan laza vállövet igényel, ami egy hihetetlen lazasággal kell, hogy együtt járjon, és aki erre valójában nem született, és ezt nem állandóan gyakorolta a lazító gyakorlatokkal, vagy legalábbis karban tartotta ezt a lazaságot, az nem tudja megcsinálni. Most miután nem akarok annyira technikai részletbe belemenni, de hát a gyorsúszás fordítotja tulajdonképpen a hátúszást, tehát a víz alatti munkába igyekezni kell egy olyan mozgásképletet kialakítani, ami a gyorsúszás kartempójához mindezt fordítva megcsinálni, és ebből indultunk ki. És hát ez egy nagyon hosszú gyakorlás eredménye volt. Úgy érzem, hogy hát természetesen a technikák mindig szétesnek a sok edzéstől, de ugyanakkor a pihentség és egyrészt a Krisztinának az a hallatatlan fegyelmezettsége, amivel ő ezt meg akarta csinálni, hát ez egyszerűen fantasztikus volt, és én azt hiszem, hogy mindig emlegeti a Serényi Péter nevezető újságíró, hogy amikor egyszer lenn voltunk Sopronban, és akkor tanítottam az egeret háton úszni, és az Istennek nem ment. És akkor azt mondta nekem, hogy hát ha ez... Mondom, mit csináljak veled, hogy megpróbáld ezt megcsinálni? Hát az azt tessék engem papucsal megverni, mert akkor biztosan jobban megy. És hamarabb megy. Ha nem leszünk megoldva, na lényeg az, hogy tényleg, megtanulta tényleg úgy ezt a hátúszást, hogy én meggyőződésem, hogy egy 2-11-et 200 háton, vagy egy 1-2-t 100 háton, szinte egy-két hónap, ami egy nagyon jó idő, hiszen az olimpián ezüstérmet lehetett volna most nyerni vele,
azt, hogyha így most bemegy edzés nélkül, és egy kicsit elkezd bemelegíteni, nem sokat, hogy ne fáradjon el, akkor is tudna. Erről a hátúszó technikáról az idei országos bajnokság tudósításában Peterdi Pál neves szakíró szinte egy ódát írt, és ő nevezte először a nemzeti örökség egyik darabjának Krisztina hátúszását. De hogy nem csak a vízben, nem csak az erőfejlesztéssel kell az edzés munkát végezni, illetve a technikát érvényesíteni, de nagyon rövid bejátszást nézzünk meg a Laci által említett nyújtó-lazító programból. Már ismerős, úgy látom. Krisztina, mit javasolsz azoknak, akik hasonló szintre akarnak érteni? Végülis kiskorba kell elkezdeni, de aki ilyen korba sok gyakorlással mondjuk naponta fél napot rászállni, annak biztos probléma. Laci, mit tetszik? Mi az álláspontod? Kígyó hús az nagyon jó, mert attól ilyen hajlékből lesz kígyó ember, de most a viccet félretéve úgy érzem, hogy a lazítás és a lazasság egy elengedhetetlen feltétel az úszásban, és nagyon sokat számít, ha valaki fiatal korba kezdi el, mert akkor még nincsenek úgy betoposodva az izmok, tehát kvázi a nyújtás és a lazítással el lehet érni mindenkinek például ezt a gyakorlatot. Én nekem például kíváncsi voltam, és ugyan nem ide tartozik, volt egy hátúszó fiúm, nem akarom a nevét mondani. És azt mondtam neki, mert sehogy nem ment, és azt mondtam neki, mert tudtam, hogy rettenetesen szereti a pénzt, és mondjuk nem éppen a legjobb pedagógia, amit most mondok, de mondom, ide figyelj, adok neked 5000 forintot, hogyha össze lehet érinteni így a könyöködet, így a váll összenyomása, és megdöbbenve láttam, hogy egy hét múlva jelentkezett, hogy tess, mester, adja csak ide az ötös, bemutatom a gyakorlatot. Mondtam, oké. És attól kezdve ugye elvártam, hogy a tornateremben minden alkalommal a lazító gyakorlatnál össze lehet. Mondom, hát ezt már ki van fizetve, mondom, mert olyan nincs, hogy akkor csak egyszer meg tudta csinálni, és ez fájt, mert ez tényleg tény és való, hogy fájt. De vannak rávezető gyakorlatok, amit a gyerekei tudnak, például nadrágszíja, hogyha össze kötik így a gyereket, a kezét, és közben nyugodtan lehet tanulni, tévézni, újságot olvasni, bármit, és ugyanakkor a kellemeset a hasznossal. Itt a könnyű recept ahhoz, hogy hogyan legyünk világklasszisok átúszásban. Annyira nem könnyű, mert náluk a fiúk elég régóta csinálják, és ugye hát a cél az, hogy úgy csinálják, mint én, és hát nem nagyon megy neki. És erre szokták mindig mondani Lacivának, hogy hát ők tehát nem én vagyok egér, ezt szokták mondani neki, mert hát azért nehéz csinálni, főleg fiúknak szerintem, a lányoknak könnyebb. Közönség, kérdés. Tessék parancsolni. Krisztina, 10 éve vagy ezen a óriási színvonalon, tehát 3 olimpia. Itt vannak a kedves szüleid. A szülői háttér mit jelentett neked ahhoz, hogy ezt elér? Mert sok szülő és sok kicsi gyerek, akik még ezt nem tudták. Hát nagyon sokat jelent a szülői háttér, és a legfontosabb az, hogy egy szülőnek soha nem szabad kötelezni arra a gyereket, hogy de igenis csinálja, mert azzal veszi el legjobban a kedvét. Tehát nagyon sok szülő van nálunk az uszodában, aki ott áll és stopperrel méri a gyereknek az idejét, és hogyha nem úgy sikerül a gyereknek, mint ahogy ő gondolja, akkor leszígya. És hát ezáltal nagyon megutáltatja vele az úszást. Nálam anyék végülis az elején még nem is voltak benne annyira az úszásban, azt se tudták, hogy ha úsztam edzésen egy jó időt, az mennyi.
de nagyon sokat segítettek, mögöttem álltak mindig, és hogyha olyan helyzetben voltam, hogy elég volt, vagy abba hagyom, akkor mindig azt mondták, hogy jó, akkor te menj oda, és mondd meg Laci bának. És akkor ilyenkor mindig már ment a bátorságom, és akkor ott maradtam a úszodában. Én külön köszönöm, Mária, ezt a kérdést, mert úgy érzem, hogy a kép nem lenne teljes, hogyha a szülői háttérről nem beszélünk. És én csak annyit mondok, hogy hihetetlenül fontos, hogy végeredményképpen a Krisztina szülei tényleg mindig olyan pozitív együttműködést sikerült kialakítanunk a Krisztina érdekébe, ami azt hiszem, hogy példamutató, és én kívánom minden edzőnek, hogy ilyen szülői háttérre rendelkező gyerekekkel foglalkozzon. Szóval, ahogy a pedagógiában és az iskolában mondják, ugye, hogy az a kettős nevelésnek milyen komoly hátrányai vannak, az én úgy érzem, hogy a sportban is legalább olyan fontos, és hogyha mondjuk egy oldalról van inspirálva a szülő részéről és az edző részéről a gyerek, az egy nagyon sokat jelentő dolog, mert ugyanaz, hogyha azt mondja a szülő otthon, hogy milyen hülye a tanár, vagy ugyanúgy, hogyha milyen hülye az edző, akkor ebből nem igazán lesz jó versenyző-edző kapcsolat. Na most én ezt úgy érzem, hogy ez messze menő példamutató volt, és ezért mindig hálásan is gondolok erre, hiszen én a meggyőződésem, hogy a sikernek nagyon nagy részében a szülők hozzáállása is ugyanúgy benne van, mint az edzői munka, és hát nem utolsó sorban, hogy a Krisztinának a igazán nagy-nagy teljesítménye és munkája, amit sok-sok izzadság által sikerült elérnie. Kérdés, tessék? Tessék, parancsol! Hát novemberben kezdem a Farmavitnál a munkát, mert velük kötöttem 2 éves szerződést, amiben dolgozom náluk, és ők tovább képeznek, tehát beiratnak ilyen tanfolyamokra, angol nyelv, de akkor ilyen számítástechnikai tanfolyamra, ilyen reklámmenedzser tanfolyamra, és hát végül is náluk fog dolgozni. Szórakozás, szabad idő. Hát a szabad idő szórakozás az most már biztos, hogy sokkal több lesz. Minél több? Hát mind, ami eddig volt. Egy nagyon kedves kis jelenetet nézzünk még meg. Az Atlanta olimpia után készül Csisztu Zsuzsa és Krisztina riportjából. És nem sikerült néhány nap alatt ezelőtt az arany. Akkor erről szó sem volt, hogy mi lehetett azok, vagy akkor hogy végeztelt téged, mert azért biztos, hogy végeztelt. Nem, mert hát úgy volt, hogy az előfutam után én már úgy nagyjából éreztem, hogy aranyérem nem lesz belőle, és valahogy nem tört le a broncs, szóval örültem a bronzéremnek is. Amúgy pedig majdnem úgy néz ki, mint az arany. Színére tényleg? Igen, csak az arany egy kicsit fényesebb. Aha. Jó, folytassuk, ne állítsátok meg! Lényeg az, hogy sikerült, és nagyon-nagyon örülök neki. Különösen azután, hogy elkezdődött végeredményképpen, de meggyőződésem, hogy az egér egybe volt, és végén meg tudtam mutatni, úgy fejezni be, ahogy ez hozzá és az eredményehez méltó. Nekem az úgy tűnik, ezen a számon ő talán soha nem lehet megvárni. Hát igen, de egyszer abba kell hagyni. Ilyen tanítványa, és 3 egymást követő olimpián tud aranyérmet nyerni, összesen 5-öt. Akkor utána, ha meg lesz a levezető év, mihez kezd? Hát az újakat és a fiatalokat próbálja nevelni, és hát az biztos, hogy egy évszázadban nagyon ritkán sikerül olyan klasszusokat összehozni, mint az Egerszegi meg a Dalnyi, de én nagyon bízom a Kovács Ágiba,
tényleg oroszlán körmöket mutatott itt, és 14 évesen, vagy 15 évesen harmadik lett. Biztos vagyok benne, hogy nagy lehetőségek vannak, és hát egy edző tulajdonképpen mindig a tanítványaiban testesül meg. Mindenképpen nekem az egér is, meg a Harcsi is egy nagyon fontos ember. Akiket rendkívül módon szerettem, emberileg tiszteltem, és jó kapcsolat volt. Azt, hogy neki nem sikerült az arany? Nagyon sajnáltam. Ez valóban egy ilyen amerikai film sztori lett volna, vagy egy happy end, hogyha a Karsinak sikerül az arany. Ez is tett belőle, ez se szégyen. Végszót nem hallhattunk volna. A Krisztina és Laci közös munkája elismeréseképpen készítettünk egy rövid utolsó videó összeállítást Krisztina pályafutásáról. Fogadjátok sok szeretettel! Köszönjük szépen, hogy ennyien eljöttek, mert ez sokat jelent.
azoknak is nagyon köszönjük, akik összeállították ezt a szép megemlékezést azokról a közös boldog percekről, amelyikeket talán nem csak a saját örömünkre, hanem minden magyar hazafi számára szereztünk, és nagyon köszönjük ezt a meleg fogadtatást. Biztos, hogy olyan percek lesznek, amelyekre mindig fogunk emlékezni. Még egyszer köszönjük.